Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Ámen. Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Istenem, ifjúkorom óta tanítottál engem, mind mostanig hirdetem csodáidat, és igazságodat, amely felír a magasságig, mert nagy dolgokat cselekedtél. Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmazz, és ments meg engem. Imádkozzunk. Istenünk, minden jóság és szeretet forrása, kérünk, indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, azt a szent igét, amit egyházunk karácsony utáni vasárnapra igehirdetés alapjául rendelt, megírva találjuk Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 2-tól a 11. versig és a 16. versben a következőképpen. Jézus ezt mondta tanítványainak. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra, ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy elközelített az Isten országa. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Jézus tanítványainak a kiküldéséről olvastunk. Ehhez hasonlót olvasunk a 12 tanítvány kiküldéséről, és most a 72 tanítvány kiküldéséről. Hogyha valaki ezt úgy olvassa ma a 21. században, hogy ez lenne a modell, ugye a Bibliát, mert hát azt ugye szó szerint kell érteni, ez lenne a modell arra, hogy hogyan is kell az evangéliumot hirdetni, hát akkor igazat kell adnunk azoknak a testvéreinknek, akik szintén a Biblián tájékozódva valóban ezt csinálják, és mennek, becsengetnek valahová, és hogyha kettesével természetesen,
és hogyha valahol fogadják őket, akkor ott hirdetik az igét, és hogyha valahol elutasítást kapnak, akkor tudják, hogy visszaszáll rájuk a békesség, amit ők vittek magukkal, tehát veszíteni nem lehet az ügyön. Tény is való, hogy mondjuk itt a keresztény kultúrájúnak mondott Európában még egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező város, mint Balassagyarmat, ami nem csak egykori megyeszékhely, hanem az evangélikus egyház szempontjából is egy fontos központ volt, püspöki székhely, szép műemlék templomunkkal, ismerve a gyülekezet történetét, hagyományát, azt mondhatnánk mégis, hogy még ennek a városnak a lakossága is akár bizonyos szempontból az evangélium szerint feltöretlen ugarnak számít, nemhogy aratást lehetne tartani, hiszen sok emberhez úgy Isten igazából az evangélium sem jutott még el. Mi lehet ennek az oka? Nyilván ugye a tanítványok is, Jézus erre úgy készítette őket, hogy nem biztos, hogy mindenütt szívesen fogadják őket, sőt, akár egy egész település is elutasíthatja az evangéliumot, és akkor ugye erre mondta azt, hogy lerázzuk még a port is bizonyságul ellenetek, és akkor megyünk máshová, és aztán persze hozzáteszi, hogy Sodomának és Gomorának jobb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a helynek, amelyik elutasította az evangéliumot. Nos, tehát ezzel a nagy elánnal mondhatnánk azt, hogy hát lám, mi Isten küldöttei vagyunk, hiszen ő maga bátorít bennünket arra, hogy úgy lássuk a saját szolgálatunkat, hogy aki minket hallgat, az őt magát hallgatja, tehát Jézust, és aki Jézust hallgatja, az magát az atyát hallgatja. Következésképp, hogyha valaki engem elutasít, az Jézust, illetve magát az atyát utasítja el. Tehát megint csak azt mondhatjuk, hogy akkor nincs veszteni valóm, gyerünk, csináljuk, menjünk el minél több emberhez, hirdessük az igét, és ahol nem fogadnak be, ott mondhatjuk azt, hogy Sodoma és Gomora lakosságának jobb sorsa lesz, mint nektek. Azonban az emberi tényezőtől már Jézus korában sem lehetett elvonatkoztatni. Azért ezt azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy az apostoloknak is, Jézus közvetlen barátainak, tanítványainak is voltak személyiség jegyei. Hát Pál apostolról nem is beszélve, aki ugyan nem volt még közvetlenül Jézus tanítványa, hanem csak később egy keresztény üldöző farizeusból lett belőle a népek apostola, amikor Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, a feltámadott és megdicsőült úr, és meggyőzte annak az ellenkezőjéről, amit addig hitt és hirdetett, és amiért megtett mindent, nem is akár milyen lelkesedéssel és odaszárással. Neki is azért megvoltak a személyiség jegyei, és nem zárható ki, sőt, egészen biztosak lehetünk benne, hogy Pál apostol személye, és bár ő azért előszeretettel beszélt arról, hogy hát az ő erőtlenségeivel dicsekedik, és hogy az ő erőtlenségén keresztül maga Krisztus munkálkodhat, de mégis az ő személyisége is lehetett akár akadálya annak, hogy valakihez eljusson az ige. Hát most minden árnyalatot hosszú lenne végigjárni, de elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a mai egyház. Ugye most nem járunk, nem hogy házról házra nem járunk, hanem hát itt van a gyülekezeti központ, és mi meghirdetjük az alkalmakat, és aki kíváncsi rá, az eljön. Vagy hát most már tágul a kör, mert van, aki ezt az internet segítségével a saját otthonában is, vagy bárhol, akár az erdőben, kirándulás közben is figyelemmel kísérheti, ha van térerő. Tehát tágul a kör, és aki kíváncsi rá, aki nyitott rá, az hallgathatja az evangéliumot, és aztán Isten szent lelke munkálkodása által ez a szívében hitet ébresztett Isten iránt, és akkor ő Isten gyermekeként boldog, teljes életet élhet, aki természetesen már maga is érzi, vagy tudja, hogy rá is vonatkozik az a küldetés, hogy igen, tanúskodjatok az evangéliumról, hirdessétek a Krisztust minden embertársatoknak. De a mai egyházban ugye itt vannak a gyülekezetek, és hát ugye vannak hozzá lelkészek. Hát nyilván valamilyen külső rendnek lennie kell. És hát hány olyan eset van, ahol esetleg mondjuk a lelkésznek a személyisége tart vissza valakit attól, hogy oda a gyülekezetbe elmenjen. Hát persze azért itt nálunk megvan az a lehetőség, és ezt azért Isten áldásának is mondhatjuk, hogy elmehet egy másik gyülekezetbe. Hogyha ő nem a magától, a vallástól, a hittől, Istentől fordul el, akkor átmehet egy másik gyülekezetbe, és ott megélheti a maga hitét. Tehát például akár Balassagyarmaton is valakinek nem vagyok szimpatikus én személy szerint,
És bár én hirdetem a Krisztust, rendszeresen ugye az evangéliumot, vannak hívek, akik jönnek és élnek ezzel az alkalommal, és együtt vagyunk, és közösséget alkotunk, de van, aki azt mondja, hogy jó dolog ez az Isten hit, szeretem az evangélikus egyházat is, de nekem ez a Barta István nem szimpatikus, és olyan jó, hogy megvan a lehetősége arra, hogy máshol megélje a hitét. Sőt, még a felekezetek közötti átjárás lehetősége is megvan, nem csak az, hogy az egyházon belül. És ebben sincsen semmi megítélendő, vagy elvetni való. Nyilván kinek erről meg lehet a saját véleménye, de azt gondolom, hogy az a csodálatos, hogy megvan a lehetőség arra, hogy mindenki, ha az igét ismeri, hiszen Bibliát az bárki vásárolhat a könyvesboltban, sőt, nagyon jó teológiai könyveket lehet kapni, ami közérthető nyelven, írják le, mondják el, különböző emberek tanúságtételei alapján az evangélium lényegét. Tehát megvan a lehetőség, akiben megvan a nyitottság arra, hogy megismerje, és még csak az sem biztos, hogy feltétlenül most neki minden vasárnap ott kell ülnie a templomban, és minden szerdán, vagy nem tudom milyen napra esik a Biblia óra, ott kell lennie, mert csak akkor igazi hívő az ember. Meg lehet tenni nagyon sok úton, módon, hogy az ember találkozzon a Krisztussal, és az evangélium szerint élje az életét, és megtalálja meg a közösséget is azokkal, akik ugyanazon a hiten vannak. Hát ezt egy áldásnak tekinthetjük. De azért ugye látjuk, hogy az emberi tényező mégiscsak ott van. És megtörténhet a fordítottja is, hogy valaki mondjuk pont az ember miatt megy valahová oda, és azt mondja, hogy jó, hát ez egy karizmatikus személy, hú, hát milyen nagyszerű, milyen jókat mond, és én megyek utána, és én őt hallgatom, és lehet, hogy pont az evangélium maradt ki belőle, vagy pont Krisztus maradt ki belőle, mert egy vonzó, tiszteletreméltó ember személyisége gyakorlatilag beárnyékolja az igazi lényeget, magát a Krisztust, vagyis magát az Istent. Megtörténhet ez is. És akkor lehet, hogy egy picit becsaptuk magunkat. Megtörténhet az is, hogy valaki azt mondja, hogy tetszik nekem, amit ez az ember mond, és akár, hogyha úgy adódna, még lehet, hogy járnék is templomba, de hát azért az egyház. Hát amit én tudok az egyházról, a történelemből, és itt nem mondja senki azt, hogy a protestáns egyházak, ugye 500 éve, hogy nem ugyanolyanok, mint a katolikus, ugye amikor hát általában a katolikus egyház van ilyen szempontból a célkeresztben, hogy hát ott volt a középkor, a keresztes háborúkkal, meg a mágiákkal, a boszorkányüldözéssel, az inkvizícióval. Hát milyen egyház az ilyen, ugye, és hát ugye azért ennek a nyomai megvannak, ha nem volt egy éles cezúra, egy éles váltás, hogy most már ez nem így, és ezt nem így látjuk, és megbántuk. Ugye persze volt azért, de nem egész egyházra érvényesen, vagy globálisan. Tehát meg lehet találni bármelyik egyházban az embernek, hogyha keresi a maga útját, helyét, de lehet, hogy valakit pont azt tart vissza, hogy az egyházzal kapcsolatban rossz tapasztalatai, vagy olyan ismeretei vannak, amelyek őt ettől távol tartják. És ez megint egy olyan tényező, amire nem lehet csak legyinteni, és azt mondani, hogy ugyan már, lapozzunk, nem olyan fontos ez. Tehát az emberi tényező mindenféleképpen ott van, tehát elhibázzuk, ezzel csak azt akartam mondani, amit eddig itten elmakogtam, azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy elhibázzuk, hogyha rövidre zárjuk a dolgot annyival, hogy kérem szépen, aki engem hallgat, az Krisztust hallgatja, aki Krisztust hallgatja, az atyát hallgatja, ha valaki engem utasít, akkor az Krisztust utasítja el, és akkor neki a pokolban a helye. Nyilván ilyet nem mondhatunk, vagy nem is gondolhatunk, hogyha valóban Krisztus szerint élünk. Ugyanakkor persze, hogy ott van az emberben az a vágy, vagy az a természetes igény, hogy szeretné eredményesnek látni a munkáját. A evangéliumok leírása szerint, amikor visszatértek Jézushoz ebből a próbaküldetésből, akár a 12, akár a 72, akkor nagy örömmel számoltak be arról, hogy hát Uram, hát tényleg működik a dolog. Hát mentünk, és engedtek nekünk a gonosz lelkek, úgy voltak a megszállott emberek, paráparancsoltunk a démonra, és az kitakarodott belőle. A te nevedre működik minden. De ne ennek örüljetek. Ne ennek örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek. Ne az eredménynek, a látványos sikernek. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Persze, hogy szeretnénk eredményes látni a munkánkat, és persze, hogy szeretnénk, hogyha azok a templomok, amiket megépítettek több száz évvel ezelőtt evangélikus elődeink, azok most is ugyanabban a funkcióban kellene, hogy szolgáljanak. Hát ugye a mi templomunk azért nem annyira
nagy, de annyira azért nagy, meg díszes, meg műemlék, hogy a jelenlegi gyülekezet már ne legyen képes anyagilag akárcsak rendben tartani is, vagy tataroztatni, hiszen több 10 millió, vagy akár 100 millió forintra rúgó költségre járna mondjuk a tetőnek a tényleg pikpakra való megjavítatása, vagy egy gyönyörű belső felújítás, festés a külsőről nem is beszélve. De annak idején megépítették, és ugye azt meg is töltötték. Hát most karácsonykor megtöltöttük volna, mint ahogy megszoktuk a korábbi években, hát most pont nem használhattuk ilyen szempontból. De hát itt vannak a hozzánk tartozó, vagy a mi lelkészi körzetünkbe tartozó gyülekezetek templomai is, például Ipolyveszén is egy gyönyörű szép templom van. Egy tulajdonképpen formálisan még nem is olyan kicsi gyülekezettel, de hát az a templom, amiben azért beférnének akár 80-an, 100-an is, hát mondjuk 15-en szoktunk lenni egy vasárnap, és ott a parókián már helyben lakó lelkész nem lakhatna, ha csak nincsen valami nagyon jól fizető munkája. Ezért is történik a helyettesítéssel a szolgálat ellátása. Ipolyszög és Széchény, mint a Balassagyarmati gyülekezet filiái, szintén rendelkeznek templommal. Ipolyszög gyülekezete éppen az, akik akkora templommal rendelkeznek, és ezt ugye éppen most az idén 71 éve, igen, most ünnepeltük volna a 71. évfordulót, tavaly volt kerek a 70. És még élnek azok közül, akik akkor mondjuk gyerekek voltak, amikor épült a templom, vagy elmondhatja valaki, hogy az édesapám is ott dolgozott, vagy az édesanyám a templom építésénél. És az a gyülekezet még most is vasárnapról vasárnapra nem is megtölti, de legalábbis láthatóan funkciójában használja a templomat. Hát most pont náluk nem tudunk ezért istentiszteletet tartani, mert hogy túl sokan lennénk, és hát vigyázunk egymásra. Széchenyben is egy gyönyörű szép nagy templom van, ami ugye már a 20. század elején épült, és hát ott bizony csak néhányan szoktunk összegyülekezni. Milyen jó lenne, és hát nyilván egy lelkésznek nagy álma ez, hogy valami csoda történjen, és valaki meghallja a szót, és akkor jöjjenek az emberek, és megteljen a templom, és együtt zúgjuk az éneket, és dicsőítsük az Istent. Persze ott van ez a vágy, és nagyon remélem, hogy a hívekben is ott van, ugye kedves testvérek, akik otthonról figyelik, szintén vágyakoznak arra, hogy nem csak azt mondják magukban, hogy jaj, hát ez a Pisti már megint nem mondott hülyeségeket, hanem legközelebb, akár ha majd lehetőség lesz rá, akkor itt is találkozhatunk ebben a gyülekezeti házban, vagy akár a templomban is. Mert igen, ilyen is van, hogy valaki azt mondja, hogy találkoztam azzal, amikor egy másik helyen valahol nyilvános szolgálaton volt, és oda jött utána valaki, és azt mondta, hogy hát, hogyha én ott laknék Balassagyarmaton, biztos járnék templomba. És persze jól esik az embernek, hízik a mája, de hát lehet, hogy ha úgy történne, hogy itt lakna Balassagyarmaton, mégsem járna templomba. És meg lenne rá az oka, meg a magyarázata. No, tehát egy picit most arról elmélkedtem, és hát ez az igény erre jogosított föl, hogy a tanítványi szolgálat eredményességével, annak személyi vonatkozásaival egy picit elmélkedjek, és felszabadítsam a testvéreket is arra, hogy erről közösen gondolkodjunk és gondolkozzanak. Tehát, hogy Jézus követségében járva bizony ott van a személyiségünk, vegy tisztán, mint a Krisztus nem tudjuk megjeleníteni. Nem beszélve arról, hogy a vegy tisztán megjelenített Krisztus, ha lenne is ilyen, ő is lehet, hogy ellenállásba ütközne. Sőt, hát ha látjuk az evangéliumokban, hát bizony Jézus volt az, akit volt, hogy nem fogadtak be egy samáriai faluban. A farizeusok és az írástudók többsége ellenségesen tekintett rá, ha volt is ilyen, mint Nikodémus vagy Arimátiai József, akik annak ellenére, hogy ahhoz a közösséghez tartoztak, mégis meglátták Jézusban az Isten küldöttét, vagy a legnagyobb bűnös társaságból, a vámszedőkből, Zákeus, mégis Jézus jelenlétében egyszer csak jó útra tér, és radikális fordulatot vesz az élete, és aztán megtörténhetett később is, amikor egy keresztény üldöző farizeust megállította, hogy már ma is utaltam rá, és aztán lett belőle a népek apostola Pál, és ugyanúgy megtalálta Cornélius századost is valamiért még
azt is fontosnak tartotta, hogy emiatt egy külön látomásban tanítsa Pétert, apostolt, hogy ne féljen, és ne a hagyományokhoz ragaszkodjon, és menjen el nyugodtan Kornéliuszhoz, és hirdesse nekik az igét, közösséget vállalván a pogányokkal. Lehet, hogy épp te vagy az, akin most az Isten valamit el akar kezdeni a lelkében, a szívében, ha megérintett ez a gondolat, vagy az evangélium. És rajtad keresztül akarja tovább bomlasztani azt a szövetet, ami elfedi tőlünk az Istennek az igazi akaratát és dicsőségét, vagy ami közénk áll, és ember és ember között nehezíti, vagy akadályozza meg teljesen a normális és szeretetteljes kapcsolat kialakítását. Bomlasztani azt a szövetet, ami gyakorlatilag elválaszt minket egymástól és önmagunktól, és legfőképpen Istentől, és szőni azt a szövetet, azt a hálót, amelyben mindannyian kapcsolatban vagyunk egymással. Valami csodálatos módon, mint ahogy az agyunkban az idegsejtek is milliónyi kis impulzussal találkoznak egymással, és így alakul ki mindaz, amit mi gondolatként, érzésekként megélünk. Hát így lehetünk mi is Isten családjának a tagjaivá. Békesség néktek, mondom mindenkinek, aki most hallgatja, figyeli ezt az adást, és azt kívánom, hogy mindenki megnyugodjon az ő békessége. Békés vagyok, rajtam nyugszik Isten békessége az utóbbi napokban, és én ezért hálát adhatok azokért, akik itt engem igen befogadtak, mert már azt mondtam, hogy ne hasonlítsuk össze teljesen a akkori helyzetet a mostanival, de mégiscsak eljöttem idegenből, gyütmentként, és közel 20 évvel ezelőtt itt egy közösség engem befogadott. Nekem itt nincsen hiányom semmiben, van enni innivalóm, van fedél a fejem fölött, van ruhám, és értelmesnek tarthatom a munkámat, amit végzek. Nem érzem úgy, hogy felesleges, amit csinálok. És ez egy csodálatos jó érzés. Kézrátétellel gyógyítani, most mondanám azt, hogy nem tudok. Igen. Látványos csodákat nem szoktam naponta művelni, de azt azért megvallhatom, és talán ebben lesznek, akik megerősítenek, hogy találkoztunk már ima meghallgatással. Akár betegségből való gyógyulás legyen az, akár lelki, ami talán még fontosabb, lelki belső gyógyulás, gyógyíthatatlan sebeknek a hegesedése és a csituló fájdalom, vagy akár az a csoda is, amikor mondjuk ember és ember viszonyában mégiscsak valami létrejön, és a korábbi sérelmek, engesztelhetetlenség, harag, gyűlölet helyett egyszer csak ott lesz valami más, az elfogadó, a türelmes, a megértő, a másik iránt érdeklődő szeretet. Azért ilyet tapasztaltunk már meg az elmúlt 20 évben, én azt hiszem, és ezek nagy csodák. Lehet, hogy itt nem cikáztak villámok, meg nem szoktuk videóra venni, amikor éppen valaki meggyógyul, vagy valakinek a szívében, a lelkében valami csoda történik, de azért ezekért is hálát adhatunk. Kedves testvérek, karácsony utáni vasárnap, itt rögtön most a 3 napos, csodálatos ünnep után így folytatódik mindjárt egy vasárnappal, és ez nagyon jól esik, legalábbis számomra most ez egy nagyon jó érzés volt itt minden nap az igében fürödni, és találkozni a kedves ismerős arcokkal, és aztán visszanézni, hogy hál' Istennek azért otthon is, akik nem személyesen voltak jelen, mégis részt vettek, és lélekben egyek lehettünk. Én azt kívánom, hogy ez a két ünnep köze is ilyen békésen, meghitten teljen mindannyiunk számára. És aztán az a 2021-es év, az tényleg valami újat hozzon. Mint ahogy újat hozott ez a mostani is. Én tudom, hogy sok fájdalommal, meg szenvedéssel, meg csalódással, meg kudarccal, és azért gondoljunk azokra az emberekre, akiknek ez nem csak szó, hanem nagyon konkrét veszteség, hiány, és imáinkban legyenek ott azok, akiknek nagyon nagy szükségük van arra most, hogy bátorítást, biztatást kapjanak valahonnan. Isten megtalálja az utat. És hogyha megvan bennünk ez a nyitottság, ez a szeretet, akkor
akkor egész biztos, hogy minket is tud az ő lélek. Nem szeretem ezt a lélekmentést, mert nem kell nekünk lelkeket menteni. Nem az a szó, az evangélium hirdetése megtörténjen, és az evangéliumok eljussanak a szívekig, és emberek átéljék és megtapasztalják, hogy Isten jelenében élni, mert Isten jelenében élünk, akkor is, ha nem tudunk róla, Isten jelenében élni valami csoda. És ez a még a megváltozott, akár rossz irányba megváltozott külső körülményeink ellenére is megélhető és megtapasztalható. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy nekünk is kijelentette Jézus Krisztust, a világ világosságát. Kérünk, terjeszd igéd által az ő világosságát, hogy sok nyelven, de egy szívvel magasztaljunk téged azért a békességért és üdvösségért, amelyet az egész világnak szereztél ő általa. Hallgass meg a mi imádságunkat, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad nevében és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád, és adjon neked békességet. Amen.